Reggeli feljegyzés Mi alatt az ember a mólón ül, lábát a víz fölé lógatja, s a tengerben a halakat nézi. Az északi életrend a délitől a következőkben különbözik. Északon az az ember, aki kezéből a kezdeményt kiereszti, elveszett. Délen viszont az veszett el, aki a kezdeményt megtartja, és nem tudja magát elereszteni. A különbség lényeges. A kezdeményt északon az embernek kezében kell tartania, és ezért minden dolgok középpontja az én. Délen a kezdeményről le kell mondania, és ezért minden dolgok középpontja az Istenek. Aki délre jön, jó meg, tevékenységét fel kell adnia, és magát el kell engednie. Megrögzött Hiperbóreusznak nehéz. Nehéz, hogy ami benne a legerősebb, azt kell kikapcsolnia. Sokan kisebb írják. A metamorfózis e fajtájától megbetegszenek. A betegség neve Unalom. A szellemi ember a metamorfózisra különösen érzékeny. Éppen ezért, amikor delet eléri, a határkő mellé ásson gödröt, tegye bele ényjét. Ha fél, hogy valaki ellopja, tegye mellé névjegyét, vagy csomagolja papírba, és jelölje meg nevének kezdőbetűivel, aztán nyomtassa le kővel. Visszatértében újra vegye ki és tegye helyére. Ha a szertartást megteszi, meglátja, hogy én nélkül is egészen jól meg lehet élni. Az első tapasztalat, amit az ember tesz, hogy a vagyok, eltűnt. Kék ég van, napfény van, meleg van, szél van, sós víz van, hajó van, zaj van. És ez a sok van úgy egyszerűsíthető, hogy istenek vannak. Az embernek semmi dolga. A legfontosabbat, azt, hogy van, az istenek elvégzik helyette. Az ember nem csinál semmit. És mert nem csinál semmit, nem fárad el. Ezért alszik az ember délen olyan jól. A másik tapasztalat, hogy egyszerre elkezd nem sietni. Semmi sem sürgős. Minél lassabban, és minél kevesebbet. A déli ember úgy él, mintha állandóan szabadságon lenne. Az ember észreveszi, hogy az én, aki állandóan kergette, nincs. Megnyugszik, és attól a pillanattól kezdve mindenre ráér. A harmadik tapasztalat a legfontosabb. Nem kell gondolkoznia. Ha mindenáron akar, lehet. De nem muszáj, és teljesen fölösleges. Gondolkozom, tehát vagyok. Ezt az északi ember találta ki. Egyáltalában nincs így. Nem gondolkozom, mégis egészen jól megvagyok. Sőt, nem is vagyok. Az istenek vannak, és én itt csak lopom a napot. Sőt, nem is én. Hanem valaki, aki könnyebb, világosabb, nyugodtabb, mint az én, aki nyugodtan és szabadon lebeg a világban. Gondolkozás helyett délen az embernek a dolgok eszébe jutnak. Csak úgy, minden különösebb erőfeszítés nélkül. Sőt, minél kisebb az erőfeszítés, annál inkább. Éme, most is mi jutott eszembe? Te Tegyük fel, hogy két nép egymással háborúba keveredik. Nem ritkaság, a történet hoz fel rá néhány példát. A bolondok egymásnak rohannak, és ezer számra halomra gyilkolják egymást. Amivel azt érik el, hogy a másik mindig dühösebb, és ha le is győzik, bosszú tesküszik. Erőt gyűjt, néhány év múlva újra megrohanja a másikat, és akkor esetleg ő győz. Most az egész kezdődik erőről. Ha véletlenül valakivel háborúba keverednék, első dolgom lenne, azonnal a legmegalázó feltételekkel is haladék nélkül békét kötni. Igéretet tennék, hogy harminc éven keresztül az illető nép rabszolgája leszek. Minden erőmmel az ő javát fogom szolgálni. Vasútaimon neki szállítanám azt, amit földem terem, hajóimmal neki vinném a távoli földek nagy kincseit. Sok fűszert, édességet, sejmet, aranyat, drágakövet, mind-mind neki adnám. Saját népeimről még az inget is leszedném, s azt is odaadnám. Irgalmatlan lennék. Úgy elhalmoznám földi javakkal, hogy nem is érne másra rá, csak dőzsölésre. Hízlalnám, tömném, dicsérném. Ami gyümölcs, hal, hús, vad, rizs, gyapjú, kávé van a földön, mind eléje szornám. Százat egy ellen, hogy az a nép harminc évet sem bírna ki. Úgy meghízna, annyira ellustulna, olyan léha, buta, hájas, aluszékony lenne, hogy nem is kellene hadjáratot indítani ellene. Ha fegyverrel győzném le, megerősíteném, mert növelném benne az elégtétel ösztönét. S a jólétbe eddig még minden nép belehalt. Ilyes mi jutott az eszembe? Nem tudom, helyes vagy helytelen, nem is gondolkozom rajta.